koronavírus járvány kirobbanása óta a kormány központi intézkedések sorával próbálja gátolni a vírus terjedését. Településünk vezetése is számos lépést tett és tervez tenni a fertőzés terjedésének gátlása érdekében. Az aktuális intézkedésekről Tiszai Károly polgármester adott tájékoztatást. A jelen pillanatban úgy döntöttünk, hogy a nehéz beszerzési helyzet miatt mi is készítünk maszkot a lakosság részére, mi minden lakosnak fogunk maszkot adni. Most körülbelül első körben 3000 maszk fog elkészülni, amit több helyen is végzünk. Szerencsére az első felhívásunkra nagyon sokan jelentkeztek. Itt például az óvodában vagyunk, ahol itt a kollégák is teljes gőzerővel készítik a maszkokat, az önkormányzatnál pedig majd, ahogy összegyűjtjük a önkéntes munkájukat felajánló varrónőktől, ott pedig történik a feltöltenítés és a csomagolása a maszkoknak. Olyan maszkokat készítünk, amik többször felhasználhatóak, mosatóak, és mindenkinek lakcímre ki fogjuk juttatni. Én úgy gondolom, egy-két napon belül, tehát itt szerdán csütörtökön ki fogjuk vinni a kicsomagolt maszkokat. Minden lakáshoz annyit, ahányan laknak. Hogy látjuk, elég lesz ez a 3000, vagy ez egy folyamatos tevékenység lesz most a jövőben? Hát készülünk egy tartalék maszk csomagra is, hogyha a helyzet elhúzódna, akkor tudjunk még egyszer legalább adni. Úgy gondolom, hogy a beszerzési lehetőségek is változnak, és reméljük az árak is ahhoz változnak, erre azért vannak kormányzati törekvések is, mert fontos az, hogy mindenki hozzá is jön, de a legfontosabb az, hogy ugye a maszk az ne adjon ilyen álbiztonságot, tehát a megfelelő használata az nagyon fontos. Elég nehéz a helyzet, de úgy látom, hogy minden lakosunk türelmesen viseli, és megpróbál a helyzethez alkalmazkodni. Ami a legpozitívabb az, hogy bár ugye az új rendelkezések szerint van a kijárási korlátozás, és itt egy picit ugye a nyugdíjasok is kimehetnének, de szerencsére alig járnak ki a nyugdíjasok, ellátjuk őket. A gondozói szolgálatunk és a családtagok és az önkormányzat is hozzájárul ahhoz, hogy ne kelljen kimozdulniuk az idősebbeknek. A fertőzés veszély miatt Nagyrábé oktatási nevelési intézményei is drasztikus változásokat éltek meg ezekben az utóbbi hetekben. Az időszak óvodát, óvodásokat érintő eseményeiről Bézi Lajosné intézményvezetőt kérdeztük, aki az óvodai ügyelet működéséről, valamint a veszélyhelyzetben otthon maradó gyerekekkel tartott kapcsolatról is beszélt riporterünknek. Az óvodában továbbra is ügyelünk, mai napon is 5 gyermekünk van, 3 óvodás és 2 bölcsődés veszi igénybe az ügyeletet, illetve a múlt hét csütörtöktől megkezdődött az intézményünkben is a szájmaszkok varrása. A takarítás, fertőtlenítés az folyamatos, arra fokozottan odafigyelünk. Családokkal tartjuk a kapcsolatot továbbra is, az óvodapedagógusok zárt Facebook csoporton keresztül ötleteket küldenek a szülőknek, hogy mivel tudják otthon a gyerekeket lefoglalni, illetve a püspökladányi nevelési tanácsadóból kijáró fejlesztő pedagógus és logopédus is ugye most nem tud kijárni, mert nincs is ugye kihez, mert nincsenek gyerekek, és ők is online küldik a feladatlapokat az érintett gyerekeknek, amiket én továbbítok e-mailbe, vagy akinek nincs elérhetősége, azt papíralapon kinyomtatom, és eljuttatjuk a lakásukra. Illetve múlt hét pénteken érkezett egy nagyobb mennyiségű derecskei almalé felajánlás, Pajna Zoltán közreműködésével, amit a családgondozók fognak kiosztani hamarosan a településen a 0-tól 18 éves korú gyerekek számára. Egyáltalán nem vagyunk magunkra hagyva, kicsi falu vagyunk, kicsi közösség, azért itt mindenki ismer mindenkit, folyamatos és napi a kapcsolattartás az önkormányzattal, az önkormányzat konyhájával, az élelmezés vezetővel, a családgondozókkal és minden érintett partnerünkkel. Persze most nem személyesen, hanem főleg telefonon történik a kapcsolattartás. Azt megkérdeztetem, hogy esznek a gyerekek, most kapnak ebédet? Az ügyeletet igénylő gyerekek, azok itt eszik meg a 10 órait az ebédet, és néhányan az uzsonnát, mert van, aki délbe hazamegy, tehát nem mindenki vesz igénybe az egésznapos ellátást. A többiek pedig úgy, ahogy a 16. héten elkezdtük, ételhordóba viszik haza a szülők a gyerekeknek a napi 3-szori étkezést.
A koronavírus kiemelten veszélyes a 60-65 év feletti korosztályra, ezért számos kormányrendelet is azt szorgalmazza, hogy az idősebbek ne hagyják el otthonaikat. A szépkorúak védelme érdekében Nagy Rábé önkormányzata is számos lépést hajtott végre. Ha jól tudom, 122 embert látunk el, bár majd a idősellátás vezetője ezt pontosítani fogja, mert valószínűleg nő a létszám napról napra, hiszen aki jelentkezik, és eddig nem volt ellátott, azt is ellátjuk. Ugye elsősorban most a bevásárlásra, gyógyszerkiváltásra és az ételkihordásra fókuszálunk. Kértek és kaptak is segítséget, de felkészültünk arra, hogyha többeknek kell segíteni, akkor a közmunkaprogramból lehetőség is van rá, és önkéntesek is vannak, akkor tudunk embert adni segítségként. Tehát akkor gyakorlatilag az ellátásban nincsen fennakadás most? Így van, nincs fennakadás. Ellátunk mindenkit, aki kéri, vagy akiről tudjuk, hogy szüksége van rá. A nemrég bevezetett kijárási korlátozás miatt az eddig ellátottak mellett több idős lakos is igénybe vette a segítőkezek szociális szolgáltató központ gondozóinak segítségét. A szolgáltató központ dolgozói a jelen helyzetben új feladatokat is ellátnak. Tudtuk meg Eszenyi Népi Kózsuzsa telephelyvezetőtől. Mi látjuk el az időseket házi segítségnyújtásban, nappali ellátásban, de más nappali ellátásban, szociális étkeztetésben. A polgármester is említette, hogy van, aki csak most ebben a krízis helyzetben kér ellátást. Hányan vannak, és elég a gondozói létszám ahhoz, hogy minden feladat elvégeztessék? Igen, több lakos is kérte a plusz segítséget, nyilván ugye most a kijárási korlátozás miatt is. A gondozónők ellátják feladatokat, sokkal nehezebb nyilván, de viszont a személyes kontaktus le van minimalizálva, így mondhatom, hogy könnyebb is, illetve nehezebb is a dolguk. Hány gondozó végzi most ezt a feladatot? Jelen pillanatban 10 gondozónő, plusz a nappali ellátás gondozónője, illetve szükség szerint mi is kimegyünk, hogyha kell. Most ugyan minimális a személyes kontaktus, de az idősek mindig is igényelték azt, hogy kommunikáljanak velük. Ez valamilyen szinten megoldható? Milyen a hangulatok itt a település? Megoldható, mivel nappali ellátásban részesülők, ugye ők most be nem jöhetnek, velük telefonon tartjuk a kapcsolatot, többször felhívjuk őket, hogyha kell. Van, aki igényli is, hogy 10 percet legalább telefonon beszélgessünk velük, próbáljuk a mentális gondozást ugyanúgy folytatni. Mindent megteszünk, ami tőlünk telik. És személyesen hogy bírják? Fárasztó egy kicsit, de hál' Istennek a központ is, és illetve az önkormányzat is támogat minket mindenben. Hogyha már nem bírjuk, polgármester úr is megígérte, hogy csoportosített embereket. Mindenkit megkérünk, hogy maradjon otthon, nekünk szóljon, hogyha bármiben is mi segítünk.